Kedves hölgyeim és uraim! Sziasztok, kalandorok! Az év további részében is számos programmal szeretnénk nektek készülni, azonban hát a jelenlegi helyzetben kénytelenek vagyunk ezeket online térben mozdítani, ezen jelenleg is dolgozunk, de hogyha minden rendben megy, akkor lesz külön egy eseményekre szakosodott per specializált Discord szerverünk, és ezen belül lesznek különböző rendezvényeink, ezeken jelenleg is dolgozunk, de ettől függetlenül szeretnénk előre készülni, hogyha esetleg így jövő tavaszra már javulna a helyzet, akkor esetleg tudjunk személyesen is csinálni közösen valamit. Mi lenne ez a tervünk? Hát egyrészt az, hogy visszahozzuk az összes eddigi rendszeres eseményünket, ugye a kezdőnapot, a századaló krónikát, a különböző workshopok számát szeretnénk bővíteni, illetve eszünkbe jutott, illetve gondoltunk rá, hogy nagyon sokan vagytok, akik nem budapestiek és nem tudnak feljönni Budapestre, ezért ezekből a rendezvényekből kimaradtok. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy szeretnénk ezt egy kicsit bővíteni a lehetőséget vidékre is, úgyhogy itt a leírásban meg fogtok találni Google Docsit, amiben tudjátok jelezni, hogy melyek azok a városok, ahova szeretnétek, hogyha elmennénk. Itt érdemes lenne ezeket úgy jelölnötök, hogy a legközelebb lévő nagy város, mert akkor úgy esetleg több embert tud szépen oda összpontosulni, és akkor könnyebben meg tudjátok szavazni azt, hogy hová kerüljünk. Természetesen, hogyha mondjuk adott egy kisebb község vagy falu, ahol a fél falu azt mondja, hogy ő velünk akar szerepjátszani, nagyon szívesen megyünk, nem tudom, Bugyi, vagy Somogy Döröcske, vagy bármi egyéb ilyen kisebb helyekre is, tehát nagyon nyitottak vagyunk ezekre, de az az alapvető elképzelésünk, hogy az öt legtöbb szavazatot kapott várost, azt szeretnénk a jövő évben meglátogatni, valamikor legalább egy egynapos rendezvény során, több mesélővel leülni, játszani, beszélgetni, dumálni, adott helyzetben ötletelni, és hát megmutatni azt, hogy igazániból jól lehet érezni magunkat, és így egy kicsit úgymond ezt a roleplayer esemény feelinget egy picit így levinni máshova is, ami nem Budapest, vagy nem pedig a nyári táboraink egyike. Szóval azért mondjuk, hogy érdemesebb lehet mondjuk egy megyeszékenyt megszavazni, mert akkor ugye többen tudtok egy helyre összeszavazni és ott összegyűlni, illetőleg így nekünk is egy kicsit könnyedébb a mozgás, és többen össze tudunk gyűlni, könnyedébben tudunk helyszínt találni, esetleg helyszínt bérelni, hogyha ilyesmire adódnak a dolgok. De ha már pénzügyek, meg ilyenek, már sajnos ilyesmiről is beszélni kell logisztika terén. Igen, ugye mi budapesti székhelyűek vagyunk, és a mesélők, akiket ismerünk és el tudunk vinni magunkkal, szintén budapestiek. Ezért nekünk valahogy le kell utaznunk ezekre a helyszínekre, ezekre a rendezvényekre, illetve mivel ott nincsenek kiépített kapcsolataink, ezért egyáltalán nem biztos, hogy tudunk ingyenesen helyszínt szerezni. Bár ezt minden esetben megpróbáljuk elintézni, de sajnos azzal lehet számolni, hogy nekünk az utazási költségünket, illetve a helyszínnek a bérlését, azt valószínűleg ki kell fizetni valamiből, ezért ezek a rendezvények valószínűleg nem tudnak ingyenesek lenni. Igen, éljen a magyar nyelvtan, tanuljatok meg magyarul ti is, szóval azért számítsatok, hogy valószínűleg valamilyen minimális belépődíjjal lehet számolni ezeket a rendezvényeken. Így van, de ezeket nem zsebre fogjuk tenni, tehát ezekből mind a leutaztatás, mind az étkeztetés, megitatás, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, jó? Tehát a cateringet fogjuk fedezni ebből, de természetesen mi is, amivel tudunk, akkor támogatjuk a mesélőinket, hogy ne az ő tárcájukból kelljen ezeket megmozgatniuk. Na most, a Google Form, amit itt lent találtok, az október 18-a éjfélig lesz elérhető, tehát addig tudjátok leadni a saját szavazataitokat, megkérnék mindenkit, hogy egyszer szavazzon, tehát ne legyen az, hogy 50-szer elküldöd, mert akkor mi várni fogunk 50 embert, nem tudom, nagy becskerekre, és jönni fogsz egyedül, és nagyon szeretni fogunk amúgy, csak mégsem. Csak jó lenne, hogyha a többiek is jönnének, de ez lenne benne. Ezek után mi ezeket feldolgozzuk, természetesen be lesz majd jelentve a videóba, hogy mik azok a helyszínek, amiket akkor úgy látjuk, hogy sikerült leszervezni, és meg tudjuk látogatni. Hogy pontosan mikor és hogyan, erre nem merünk ígéretet tenni, mert jelenleg sajnos ugye a vírus miatt rengeteg mindenről nem mi alkotunk véleményt, vagy időrendet. Hát igen, hanem mi is csak elszenvedői vagyunk ennek az egésznek. De bízunk abban, hogy hamarosan ez meg fog tudni javulni, és egy valamilyen stabilabb köntösbe kerülnek a dolgok, mind a mi, mind másoknak a épsége miatt. Nos! Ha minden sikerül, akkor találkozunk személyesen is, és reméljük, hogy látunk mindegyik őtöket. Én Gábor voltam. Én pedig Mörli. És ez itt a Roleplayer. Sziasztok! Sziasztok!